Egy teherautó és egy kis tehergépkocsi ütközött össze hajnalban az M5-ös autópályán Kecskemét térségében. A balesetben ketten sérültek meg. Helyszínen járt tudósítónk, aki arról számolt be, hogy az élelmiszert szállító kamion szentesre tartott, amikor hátulról nagy sebességgel, fékezés nélkül belehajtott egy kis teherautó. Az ütközéstől a kis teherautó jobb első ülésén utazó román férfi beszorult a roncsba. Őt a tűzoltók csak feszítőhenger segítségével tudták kiemelni, majd a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A kis teherautó vezetője csak könnyebben sérült meg, őt a helyszínen ellátták. A kamion sofőrjének nem esett baja, ő értesítette a mentőket és a tűzoltókat. A közel 3 órás helyszínelés és a műszaki mentés idejére az egyik sávot lezárták a Szeged felé vezető oldalon.